Hogy érzitek magatokat? Van még maradt a figyelemből? Akkor folytatom ott, ahol német, német isán barátunk befejezte, mert hogy felvázolt egy képet a múlt századból, egy példát, amikor szüleink, nagyszüleink, détszüleink, kinek, kinek, hogy, Létrehoztak egy organikus szervezetet, amely az életet szolgálta, amelyiknek 700 ezer, mint meghallottuk, 700 ezer tagja volt, és körülbelül 5 fővel számolva három és fél 4 millió fő ellátás biztonságát, illetve valószínűleg többet, többet tehát a, ehhez a 700 ezer emberhez tartozott, mint egy 3 millió ember a család tagok. Az ellátásbiztonság ettől szélesebb körű volt, hiszen olyan volument állítottak elő, amelyik az akkori lakosság ellátásának nagy részét biztosította. A hangya szövetkezet tevékenysége nem csak élelmiszer és ipari termékek előállítására szorítkozott, mivel gazdasági tevékenységet folytatott, ezért jelentkezett nála egy, egy elég tisztességesen számolt, de jelentkezett egy nyereség. Ezeket a nyereségeket ő visszaforgatta olyan területekre is, amelyek nem gazdasági tevékenységek voltak, viszont a magyarság megmaradásához sokat tettek. Ilyen címen hoztak létre egészségházakat, amelyre hangyaszövetkezeti szövetkezeti egység volt, ott az oktatásba is részt vettek, a tanítót segítették munkájában, és abban az időben még a magyar iskolában magyar gyerekeket, magyarságra nevelt gyerekeket neveltek. Tudjuk azt, hogy minden óra úgy kezdődött Rianon után, hogy a hiszek egyet közösen elmondták, legalábbis a vidéki iskolában. A hangja szövetkezetet, mint ahogy István mondta, a Rákosi Pajtás számolta fel a kommunista diktatúra beköszöntekor. Miért tudta felszámolni? Azért, mert a hangya szövetkezet semmilyen politikai tevékenységet nem folytatott, tehát megmaradt csak ezen a területen, a társadalom szerkezetéből, csak azon a területen, ahol ő az ellátásbiztonságot, a termelést, a gazdasági tevékenységet vitte de nem foglalkozott politikai kérdésekkel. A hangya szövetkezetnek nem volt pártja, nem volt a parlamentben. Abszolút civil szervezet volt. De nem épített ki önvédelmi rendszer sem, mert talán abban az időben fel sem merült annak a kérdése, hogy ez a szervezet meg kell, hogy védje magát majd egy olyan politikai diktatúrától, mint ami aztán megjött. Hát mi meg összegezni tudjuk ezeket a tapasztalatokat, ugye? A jót is, meg a rosszat is. És tudunk belőle tanulni. Jó esetben. Tehát az első, amit meg kell, hogy állapítsunk, hogy eljött az idő, és itt van az idő, hogy cselekedjünk, hogy elsőként létrehozzunk egy olyan szervezeti rendszert, struktúrát, egy olyan szervezetet, amelyik ugyan meglehetősen bonyolultnak látszik, de alapvetően, mivel elég sokan vagyunk hozzá, és a tudással is rendelkezünk, megvalósítható. Ennek a rendszernek az lenne a legfontosabb célja, az első legfontosabb célja, hogy biztosítsa nekünk a, a alapvető élelmiszer, tiszta élelmiszerellátást, a víz ellátásunkat segítsen az otthonunk megtartásában és több minden más mellett, hogy a Isten mondta, a legnagyobb értéket adja meg számunkra, ez pedig a közösség. Hogy egy közösség tagjai lehessünk. Nem olyan közösségé, amelyiknek az egyik tagja Sopronban van, a másik meg Bihar keresztesen, a harmadik meg Somogy megyesen, hanem olyan, amelyik ott létezik, ahol élek, abban a tájban. És akkor, amikor szükségem van segítségre, vagy a barátomnak van szüksége segítségre, akkor érjük, érhessük el egymást. Nos, az igény megvan. Ez a kor talán még nagyobb kihívásokat tartalmaz, mint a száz évvel ezelőttiek. Nagyszüleinknek volt a Trianon után, Tényleg arról van szó, az a legfontosabb kérdés, hogy beszél -e itt valaki száz év múlva magyarul. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Az, hogy mit eszünk, mint ahogy a felvezetőmben is mondtam, az nagyon széles rétegeket érdekelhet, vagy ha még nem érdekli, akkor tudunk azért tevékenységet folytatni, hogy jöjjön rá, hogy ez neki nagyon fontos. Nos, mi az, ami eddig már elkészült, és miért? A kutatásaim során, az elmúlt 10-15 évben azzal foglalkoztam, hogy miért ilyen a világ, kik uralják, kiknek a szándéka, hogy ezek a negatív folyamatok így maga alá döntsenek, sodorjanak bennünket. Aztán, hogy mik ezek a folyamatok, és hogy a következő kérdés az volt, hogy akkor lehet-e valamit tenni. A Összegezve a tapasztalataimat vagy a kutatásainak az eredményét, a legfontosabb kitétel az, hogy az a hatalom, amelyik 3500 éve azért dolgozik, hogy megszerezze a világ feletti uralmat, és már már meg is szerezte, az, annak a titka, az elsődleges titka a szervezettség tehát az a társaság megszervezte magát. Mi panaszkodunk évtizedek óta, évszázadok óta. Ugye tesszük a dolgunkat, lehajtjuk a fejünket, tesszük, amit tudunk csinálni, és közben panaszkodunk. Bár ez a panaszkodás szerintem az elmúlt évszázadokban ez úgy folyamatosan épült be a magyarság tudatába, és egyre jobbak vagyunk ebben. Évről évre, most már lassan hónapról hónapra. De nem tesszük meg azt az egyszerű lépést, hogy megszerveznénk magunkat. Márpedig szervezet nélkül nem megy. Az a hangyaszövetkezeti rendszer, amit ahova elért a hangyaszövetkezet oké, okay, több évtized után, hogy a Csonka Magyarországon több mint 2000 szövetkezeti egysége volt, hogy külkereskedelemmel foglalkozott, hogy kórháza volt, hogy a, megalapította a közgazdasági egyetemet, azért az, az egy nagyon komoly szervezeti struktúrát igényelt. Ezt be tudjuk látni, ugye? Tehát úgy nem megy, úgy nem fogjuk felépíteni az új világot, hogy kimegyünk a Kossuth térre 200 ezeren tüntetni. Ott vagyunk 200 ezeren, 5 órán keresztül az egymillió munkaóra, amit elpac, elpocsékolunk. Mert nem arra fordítjuk az energiánkat, amiből lesz valami, hanem csak elküldjük a világűrbe, a semmibe. Az elmúlt években kis csapatunk szorgosan ezen dolgozott, hogy a megoldásokat keressen. Az első, ami már működik, ez a nexus modell ez egy kosár, egy csoport. Ennek több eleme van, kezdeném gyorsan egy rövid bemutatást. A Nexus Club az első és a alapeleme és a legfontosabb eleme. A Nexus Club az egy privát szerveren működő e, online rendszer, nagyon fontos, hogy privát szerveren működik, rejtett, és az ott folyó kommunikációról csak azoknak van információja, akik bent vannak ezen a szerveren. Oké, tehát a kívülről ez nem látszik. Ennek a, a, a klubrendszernek a lényege az, hogy, hogy elsősorban a csatlakozó klubtagokat bekísérje a saját lakóközösségébe. Most ezek a lakóközösségi egységek jelenleg még megyei csoportok, mert alacsony a létszám. Ahogy a létszám növekszik, úgy egy-egy megyei közösség önálló szervezeti egységé válik, és azon belül kezdik a járási, majd a települési csoportokat megalakítani. Valaki hallott-e már arról tizedes rendszer? Vagy inkább ki nem? Van olyan, aki nem hallott róla? Tessék, van vannak fizes készpénzzel oldaló. Nem, a Nexus klubban van egy ilyen csoportunk a tizedes rendszerről, mit kell tudni, sok szeretettel várunk a Nexus klubban. Oké. Okay. Tehát a tizedes rendszer egy, egy ilyen piramis rendszer, ahol a tíz embernek a kiválasztotja és a másik tíz embernek a kiválasztotjaiból alakuló kiválasztottak kiválasztotjaim. Végül is egy olyan Akár politikai szintet hozhatnak létre, ahol a nemzet tagjait úgy képviselik, hogy arra teljes legitima, legitimitásuk van, tehát százszázalékos felhatalmazásuk. Nos, a klubrendszernek az egyik alapegysége az, hogy mindenki kap egy helyet a saját megyei csoportjában, és ezt követően a megyei csoportok szervezhetnek találkozókat, sőt, ezt biztatjuk, hogy szervezenek találkozókat, ismerjék meg egymást. A közösség építése felé az első lépés, és egyiket sem, egy lépcsőt se lehet kihagyni, hogy az első lépés az, hogy ismerjük meg egymást. Most nem ismerjük meg egymást, most én beszélek, ti nem. A megismerkedéshez az kell, hogy, hogy közösen beszéljük meg a dolgainkat, és mindenki tudja elmondani a véleményét, gondolatait. A Nexus Klubnak a másik fő egysége, hogy a közösségi épülése során megjelennek feladatok, hogy mi az, amit tehetnénk. Például dolgozzunk ki egy új oktatási programot, a magyar iskola rendszer alapjait fogalmazzuk meg. Hát ebben, akik, akik ebben éreznek hívást, azok legyenek tagjai az oktatási program szakműhelynek, vagy szellemi műhelynek. Baranyából is, Hajdúból is, Fejér megyéből is, Borsodabajúból is. Akik ebben a közösség tagjai közül ebben a munkában részt vesznek, az a közösségük a felhatalmazásával vesz ebben részt, és amikor jutnak valami eredményre, akkor oda a közösségükhöz gyerekek, ezt a programot alkottuk, most az kellene, hogy kiálljatok a program mellett. És akkor ennek majd vannak különböző megjelenítési módjai, hogy hogy lehet azokat a, az igényeket a kormány elé beterjeszteni, nem petícióként, nagyon fontos, nem kérni kell. A kormány letette az esküt, meg a, a politikusok, hogy bennünket szolgálnak. Hát figyelmeztetik előket rá, ugye? Erre esküdtek. Csak elfelejtették. Na hát, uh, uh, frissítsük fel az emlékezetüket. De én egyedül ezt nem tehetem, érst? Te sem kevés vagy. Ha egy országos szervezet, az ország minden tájáról tömegesen teszi, írja alá azt a, az igényt, amit megfogalmazott, a társadalom a magyar nemzet teste, és ebben egyetért, akkor ezt végre kell hajtani. Vajon, Igen, ez egy nagyon lényeges részletkérdés, az az igazság, hogy nem nagyon szeretik ilyen mélységig belemenni, és itt mindjárt hagyj meg, hogy az, amit elmondok nektek, az így a jéghegy csúcsa. Tehát ez mögött egy hát elég komoly, részletes anyag van, amit nem fogok tudni fél óra alatt itt prezentálni. De az a, a rendszer, ami a másik Magyarország cselekvési programjában van, az megjelenít olyan már az államtestben működő jogi személyiségeket, érdekképviseleteket, amelyek mögé, ha megfelelő kompetenciát és erőt tudunk rakni, demonstrálni, akkor a szövetkezeti törvény azt mondja, hogy azok a hangyalszövet, leendő hangya szövetkezetek, amiket most megalakíthatunk, annak a szövetsége törvényjavaslati lehetőséggel bír. Tehát ez ma bent van az alaptörvényben. Oké, tehát, hogyha szervezettek vagyunk, kialakítjuk azokat a struktúrákat, kamarákat, érdekképviseleti szervezeteket, igen, akkor ezt lehet a kormány asztalán törvényjavaslattal előállni. Az, hogy ezt megfontolják és hogy komolyan vegyék, ahhoz pedig nekünk, többieknek kell megfelelő módon demonstrálni, hogy ezt igenis így akarjuk. parancsolján. Elkötelezett a nem kimondottan búlyoknak, vagy úgy gondolod, nagyon jó indulattal, meg reménykedem én is, hogy azok csinálnak valamit. Oké. Okay. Oké, okay, tehát azt lássuk be, hogy bármilyen nagy szívünk van, ezzel a nagy szívünkkel, és itt mi mindannyian nagy szívűek vagyunk, holnap nem megyünk semmire. A Mennyországba vezető lépcsősor az nagyon hosszú, és sajnos minden lépcsőre fel kell lépni. Nem ezzel kell kezdeni. Nem is kezdhetjük ezzel, mert nincs értelme. Először is nem vagyunk három millióan. Az első például az egyik megfogalmazás az, hogy legyünk legalább két és fél millióan ebben a közösségben. A Fidesz az utolsó szavazáson vagy választáson 2 millió szavazattal emelték többségbe. Legyen 2 millió 600 tagunk. Az államot nem változtathatjuk meg, a társadalmat kell kiszervezni alóla. Amiről én beszélek, és amiről mi beszélünk, az az, hogy szervezzük meg magunkat. Ezekre a politikusokra, ezekre a hazaárulókra, akik ma az országot igazgatják, eladják kilóra velünk együtt, már eladták, köszönöm. Ezekkel nem tudunk most, holnap még mit kezdeni? ahhoz erőt kellene gyűjtenünk. Az erőt a gazdasági tevékenységben tudjuk megszerezni. A gazdasági tevékenység gyakorlása során jutunk olyan pozícióba, hogy hatalmi szóval élhetünk. Azért a hatalom, akinek a kezében a gazdaság van. Van a Nexus Klubnak a rendszere, amit próbáltam érzékeltetni, hogy nem egy Facebook oldal vagy nem egy ilyen valamilyen egyéb, valamilyen közös és social média egység. Ez kifejezetten egy olyan technikai eszköz, amely képes arra, hogy akár több millió ember műkö szervezet működését kiszolgálja, tehát szervezeti működését kiszolgálja. Vannak munkacsoportok, akik jelentkeznek különböző feladatokra, azok ott egymásra találnak az ország bármely pontjáról, a saját lakókörzetükben lévő csoportban képviselhetik azt, amit az a, a országos szellemi műhelyben megtaláltak, vagy jónak találnak, vagy amit cselekvésre méltónak tartanak. Ez volt a Nexus Klub. A Nexus Klubnak van egy médiája. A Nexus Televízió sajnos... Ja, hát még csak ekkora, mekkora, mert hogy ugye azért a hatalom, ez a másik megközelítés, ez a hármaság, hogy akinek a kezében a pénzrendszer, a gazdaság és a média van, mert a média a legnagyobb hipnotizőr, ez, ez a legkomolyabb fegyver, amit ugye most már évtizedek óta na, egyre kimunkált, ebben, egyre csiszoltabban használnak fel a tudatunk torzítására, a, a látásunk elhomályosítására. Nos, ennek a, a Nexus televíziónak azért van már egy rangja, el kell, hogy dicsekedjek ezzel, hogy ez egy jó érzés, de azért nagyon kis számban nézik egy intellektuális réteg, nézik, nem tudom, 20-30 ezer főre tehetem ebben az országban, ez semmi. Ha összeszedem hozzá az összes ilyen testvér, vagy alternatív média közösséget. Ugyanezzel a számnál maradunk, mert ugyanazok nézik mindegyiket. Nem ilyen médiára van szükség a média, az olyan, mint az RTL Klub, vagy az M5, vagy a... a nem tudom én, milyennek vannak, nem nagyon ismerem őket, mert nem nézem. De nem csak ez a média, ez egy többes szám, ez a televízió. De van az online sajtó, az írott sajtó, van a rádió. Amikor én a közösség médiájára gondolok, ami, amit a Nexus terveiben e, forgatunk, az egy olyan média, amely képes a fősodató médiával e, versenyre, birokra kelni. Ennek egyszerű a, 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 a lényege, kell 80 ember, 100, aki ebben dolgozik, szervezetten, ezért a nemes szélér. Ennek a médiának a tulajdonosa a köz kell, hogy legyen, mert mindig a tulajdonos mondja meg, határozza meg, hogy mit csináljon a, a társaság. Nyilván non-profitnak kell lennie, de ahhoz a működéshez szükséges pénzügyi hátteret és sajnos ennek a közösségnek kell előállítani. De hát azért gondold meg, hogyha egy millió ember előfizet a, a Nexus, médi, nem Nexus, a közösség médiájára, tehát ami lehetne belőle, mondjuk havi 1000 forint előfizetési díjjal, akkor az havonta, hát 1 milliószor, 1000 forint az olyan 1 milliárd körül van? Ó, hát ennyi nem is kell, hát. Érted? Tehát azt akarom mondani, még ha nem is 1 millió, ha 100 ezeren, akkor is 100 millió forint. 100 millió forintból már lehet működtetni egy olyan médiát, amelyik Ben külön csopat, csapat, foglalkozik, hogy a fiatalokkal, ugye, mert elég nagy a baj, e, hogy ő hozzájuk, hogy lehet szólni, e, a, 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 tudás közvetítése, stb. És ráadásul mindezt a tartalmat a közösség tagjai ellenőrzik, hisz ők tulajdonosok is, és ha nem olyanok történnek a médiában, mint amikkel egyet értenek, akkor ennek hangot is adhatnak. Ez a második elem a média. A harmadik, az egy olyan reklámoldal, amelyiken a magyar vállalkozókat ajánljuk a magyar fogyasztók felé, ez a Nexus közért oldal, nexusközért.hu, azt mondjuk, hogyha te, kedves barátom, szeretnéd támogatni a magyar vállalkozókat, most még, amíg nincs szövetkezett, mert amíg, mert érted, most ábrándozhatunk még egy-két évig a hangya szövetkezetről, de ha nincs, akkor mit csináljunk most? Akkor legalább vett tudomásul, hogy akkor, akkor keresd a, a költéseidnél a magyar vállalkozót. Hogyha Nexus Club tag vagy, akkor kapsz egy ilyen kártyát, egy ilyen vásárlói kártyát. Az a szomorú helyzet, hogy, hogy ez én... Ugye, fel kellene építeni egy hálózatot. Hát mondjuk olyan 200 ezer magyar vállalkozó legalább kellene ebbe a körbe, és ez reális, és akkor itt vagy Miskolcon, és akkor itt van 80, vagy 200 vállalkozó társ, és hogyha a cipőt talpaltatni kell, vagy hogyha ráncot felvarratni, vagy, már vagy, bocsánat, hogy ilyenek jutnak eszembe, vagy mennyi az, hogy ruha készítése, mindenre találsz egy magyar vállalkozó partnert, aki tagja ennek a fizes készpénzzel mozgalomnak is, és ennek a Nexus közért vállalkozói körnek, és ha azt mondja, hogy ha te ezzel a kártyával jelensz meg, akkor ad neked 5-10 százalék árkedvezményt. A rendszer kész van, működőképes, én nem tudom behozni azt a 300 ezer vállalkozót, vagy 200 at egyedül. Ráadásul én nem is tudom, hogy Miskolcról melyik az a vállalkozó, akit, akit érdemes lenne megtisztelni ezzel a felkéréssel. Ugye, mert akkor azt mondjuk, hogy hát ő a közülünk való, és akkor ő klubtag is, és részt vesz a klub életben is. Ő, mint vállalkozó, esetleg áll elő javasl... Nézed, ott van vásárlékátja. Kinek van még ilyen itt a teremben? Oda néz, oda néz, jól van, köszönöm, gratulálok. Türelmet és kitartást kérek tőletek, mert a rendszer hamarosan el fog indulni, sajnos, és méghozzá elég rövid időn belül. Tehát a Nexus közért egy rendkívül Fontos kis alapelem lenne, ráadásul abban is segíthetne, hogyha ebben elkezdődnének ezek a szervezés, szerveződések, ajánlások, noszogatások, hogy az a kör is kezdjen láthatóvá válni, akikkel a hangya szövetkezeti rendszert el tudjuk indítani. Oké? Okay? A következő projekt projektelemünk az a Nexus tér, van egy olyan szoftverünk, Ercsei Attila neveit ismerős ebben a körben? Igen. Ami Nemrég tudtam meg, hogy az, amiről ő beszél, pontosan az, tehát technikailag eszközben pontosan az, működik nálunk már két éve. Tehát működik konkrétan jogi szerkezetben, szabályozásban, működő elemeiben, magyarul, használható módon. Nem ígérgetünk, nem beszélünk róla, megcsináltuk. Addig, amíg ez a, ez a világ ezzel a készpénzzel, meg bankkártyával úgy működik, ahogy működik, amíg igazából el tudunk érni mindent vele, addig nem érzik az emberek, nem látják át, hogy mennyire fontos lenne már a pénzhelyettesítő rendszereknek az aktív használata. És persze, hogy abból a rendszerből, amelyikben 300 ember, nek van ott számlája, abból nem sok minden lesz. Ez a pénz, ami itt van a pénztárcádban, ez is semmi. Oké? Okay? E, hát jó, ez mondjuk legalább, ami itt van, ennek van egy nyomdai, nyomtatási háttere, tehát ez fizikailag megfogható, de a bankszámládon, ami van, az nulla. Ezeket csak a bizalom élteti. drábi János barátom tartott erről előadást. A bank a semmiből teremti a pénzt. Oké? Okay? Készül le pénz, oda megy, nyit neked egy számlát, és ráír egy csomó számot, és akkor ez a te pénzed, meg csinál egy másikat is, hogy ennyivel megtartozol, meg még annyival. Azért működik, mert ha ebből az intézetből átmész a szomszéd intézetbe, akkor ott ezt elfogadják ezt az ígérvényt. Azért, mert ők is ugyanezt állítják elő, a semmiből a semmit, és ez egymással egy kereskedelmi bankrendszerben, egy mafia hálózatban le van vajazva, hogy ezt szépen pestiesen mondjam. Nos, e, ugyanez a pénzrendszer, pénz, ezt úgy kell szépen mondani, hogy pénzhelyettesítő csere eszköz, rendelkezésünk rá. Működik. Tudod, mi hiányzik belőle? A valós tartalom, a bizalom hogy azok a merészek, azok az úttörők, akik élen járnak, akik először tudnak a saját mélegelésük alapján döntés hozni, azok megtegyék azokat az első szükséges lépéseket, amelyek nélkül ez nem fog menni. Mindegy, hogy milyen csillivili előadásokat tartunk róla, nem ez a lényeg. Ott a valóságban mi történik, az a lényeg. Tehát van egy pénzhelyettesítő rendszerük, tehát az a Nexus Club tag, aki regisztrált, annak van, és most hála Istennek ott tartunk, hogy a közösség tagjai új csapatot verbúváltak, mert el is természetesen el is langyosodott, el is ült ez a, ez a dolog, de most újra élesztjük, most olyan közgazdászok, melyek olyan ügyes e, nyüzsik e, kezdték e, ismét a kezükbe venni, hogy nagyon bizakodó vagyok, hogy egy-két hónapon belül ilyen lesz. Ráadásul azok a Nexus Club partnerek, akik csatlakozgatnak a rendszerhez, mármint a közért reklám felületéhez, hogy vásárolj magyar levállalkozónál vagy magyar családokat támogatsz vele, és ha ott vásárolsz, akkor kapsz egy pár százalék kedvezményt, de ne azért vásárolj, ott meg kedvezményt kapsz, hanem azért, mert magyar családokat támogatsz vele. Ne sajnáld tőle! Ne sajnáld tőle! Oké? Okay? Inkább vásárolj kevesebbet. Járj élen ezzel a példamutatással is. Ne tarts magadban, mondd is el, hogy én azért vásárolok itt kis zöldséges, sünknél nagyon kedves, aranyos kis vállalkozó. Tényleg szimpatikusak, gyönyörű kis árukészletük van, ott vásároljuk a zöldségeket. Megdícsértem nagyon, milyen szép árukészlete van, meg hogy a boltot milyen szépen rendbe rakta. Mondtam, csak egyetlen egy a baj hogy én vagyok az egyetlen, mi vagyunk épp az egyetlen vásárlók. De 500 méterrel arrébb van egy eh, Lidl, vagy valami ilyesmi, ilyen, valamilyen multi, annak az zöldséges polcáról, meg így döntik a, kosárba, a kosarukba az emberek a, azt a kamut. Ez a baj. És akkor mondta, hogy hát igen, hát ő is jobb szereti ha lála, vásárolgattának, mondom, és tesz -e érte valamit? Mert ha így folytatja, akkor szintén három-négy év múlva már nem lesz szükség az zöldséges boltjára, mert ezekben az üveg milyen ö, laboratóriumokban? Vertikális farmokban. Ezekben. A, biztos voltatok a, itt a hölgyek között, akik szerettek ugye, slankok lenni, meg oda vigyáznak, hogy mit esznek, ezek a saláták, az acskókban vannak ezek a saláták. Láttátok, biztos a polcokon meg a hűt, mindenhol ott vannak. Ez ott készül. Nehogy azt gondolt, hogy ez valami szántóföldön, vagy valami kertészetben készül. Ott ezekben a miben. Vertikális van, akvapónia. Ott. Folyatnak hozzá ilyen koktélt, a oda a gyökerébe, és akkor az úgy, hogy valami lesz belőle, gyorsan leszedik, összesalátázák, megy zacskóba. Úgy. De legalább aucsó. Igaz? Aucsó. Na oké, menjünk tovább. A piactér, ez volt a, azt hiszem a hányadik emel elem, ugye? A, a klub, a televízió, a közért, a piactér. Na most jön egy izgalmas, a közösen könnyebb oldal. Megmondom őszintén, ez még nem működik teljesen zavartalanul, mert még kellene beleinvestálnom pénzt is, meg munkát is, de, de azért már ez, ez is nagyjából kész van, és beilleszkedett a rendszerbe rendszerelemként. A közösen könnyebb az egy közösségi finanszírozási platform. Nem csak klubtagoknak, mindenkinek. Mit lehet vele tenni? A klubtagok, a szervezet tagjai, ha szeretnének egy hangya szövetkezetet, mintájú szövetkezeti társulás létrehozni itt a héten, a hét, ugye itt van a közelben hét település igen, akkor Összedugják a fejüket, és azt mondják, hogy na, akkor nekünk mi csinálunk egy szövetkezetet. Hát majd jön Pistabácsi, hozza a szerződés mintát, meg a mindenféle tanácsokat, meg a csapata. Mert hogy nem egyedül, hanem építjük azt a szakmai stábot, amelyik egy ilyen szándék, megjelenő szándék esetén oda megy, mert nektek az a dolgotok, hogy elhatározásra jussatok, ezt képesek legyetek szerződésbe foglalni, és felmérni a helyi lehetőségeket, hogy mit fogtok termelni, mert boltot nyitni kell, a kiskereskedelmi tevékenységet, de ahogy a Pista bácsi el is mondta, nem elég. Valamilyen termelő tevékenységet is folytatni kell, illetve, hogy itt hallottunk rá utalás, a környékbeli kapacitásokat fel kell mérni, és ezek mindig egyéni adottságúak. De ehhez építjük azt a kis szakmai stábot, amelyik jön és segít. Nos, itt vagytok százan, azt mondjátok, hogy na, akkor csinálunk itt egy kis bótot, meg egy kis vágóhidat. Mert a juhásznak, itt a szomszéd juhásznak van elég birkája, meg disznó, meg van ott egy kis ez az, de nincs vágóhida környéken. És mi szeretnénk azt, hogy a vágóhidon azt a disznót vágjuk fel, amit látunk, hogy hogy nevelkedett, meg hol vagy csinálunk egy malmot, mert hogy abból a búzából, amit itt látunk, hogy itt, itt növekedett, itt lett behordva a malomba, sőt, csinálunk hozzá egy pékséget is, hogy lássuk, hogy azt a, azt a lisztet a, a pékségben nem keverik össze semmi mással, és mi azt a kenyeret szeretnénk enni. Mert igen, ezt összerakjuk, és azt mondjuk, hogy hát jó van, ehhez kellene 100 millió forint. Vagy 80, vagy 70 összeraktok egy törstőkét, vagytok százan, mindenki beszáll, mit tudom én, százezer forinttal, az 10 millió forint, de hát még kéne hozzá, vagy 20 millió forint, de kellene hozzá. Nos, ez a közösségi finanszírozási platform, ez erre létesült. Tegyük ki a placra, hogy itt héten száz főből megalakult közösségnek ez a terve, ezeket már itt letette, így csinálja, itt van, tehát a valóságot írjuk le. Az a közösség, a klub közösségi csoportjából, akik kitették ezt a platformot, azt mi ismerjük, mert találkoztunk már. Ezeken a találkozókon, a rendezvényeken tudjuk, hogy együtt vagyunk. Kiteszitek ezt a, az anyagot, na ná, hogy fogok segíteni, támogatni fogom. Van felesleges 20 ezer forintom, 50 ezer forintom, elküldöm a megadott bankszámlátokra. És higgyétek el, hogy sokan teszik majd ugyanezt. Pláne egy-két sikeres, az első egy-két sikeres példa után. Nagyon ragályos lesz. Mi történik ezután? Hát összejött a 100 millió forint, vagy a 80 millió, mennyi? Ott vannak pár dolgoztok is, az eszközöket megvásároljátok, ebben is tudunk segíteni, kialakítunk. Tehát készülnek olyan szoftverek, hogy az árukövetése, tehát minden, ami ehhez a tevékenységhez kell, annak minden technikai elemét készítjük össze. Hogy ne kelljen vele bíbelődni, foglalkozni, ti a feladattal foglalkozatok. A konkrétummal. És akkor hát adtam nektek 20 ezer forintot, hogy csináljátok ezt. Elkezditek csinálni. Igen, ám csak a szövetkezet maga is tagja a Nexus piac térnek, annak a bizonyos pénzhelyettesítő rendszeres piactérnek. És a közösség megígéri, hogy ha én támogatom, akkor amikor elkezdi a termelő tevékenységét, akkor azt én árkedvezményben vagy így úgy nála levásárolhatom. Ezért a Nexus Klub rendszerében jóvá írnak nekem egy támogatási jegyet. Tehát azt, amit én a közösség, a szövetkező közösségnek adtam anyagi támogatást, az megjelenik egy ilyen támogatási jegyben. Mikor elkezdett működni a szövetkezet, akkor én ezt levásárolhatom. De mivel ez egy szövetkezeti háló, és ez egész egy közösségi hálózat, ezért nem csak a Miskolci vagy a Hét ti szövetkezetnél vásárolhatom le, hanem akár Budapesten is. Multilateriális közgazdasági megoldás. Erről többet nem nagyon akarok beszélni, de remélem, hogy egy-két izgalmas gondolat elindult. A közösség ereje. Oké? Okay? És most gondold el, hogy az a száz ember itt héten, aki megcsinálta ezt az első itteni hangja szövetkezetet, és nagy boldogan kezdi az első uborkákat bevinni a boltba, mi a saját kertjükbe termet, meg az első szalámit fölszállni, és van a Nexus TV, amelyik erről természetesen folyamatosan filmeket ad, hogy nézd, épül a közösség, néz, nézd, mert média nélkül nem megy. Igaz? De ez is a mi kez kezünkben van, ez is a mi közösségünk, és nyilván alig várjuk már, hogy jó hírekről számoljunk be, és ne arról, hogy hol és mit robbantottak fel, meg hány embert öltek meg de ha ez elkezd működni, és akkor kitalálják hévízen, hogy ők is szeretnének, ők hát ez jó, ez így, akkor hogy is volt ez, és akkor mi is csinálunk egyet, és megy Mert Pista bácsi hévízre, és ott is elmondja a, a mi atyánkot. szépen nekiállnak ott tenni-venni, de ők is belefutnak abba a csapdába, hogy nekik sem elég rá a pénzük, amit ott összeraktak. Mit gondolsz, a héti szövetkezett tagjai azok fognak segíteni, ugye egyénenként? Hogy a hévizieknek -vízi -hé is jöjjön össze? Hogy, no, is S. Persze, S. Persze, Magától és képzeld el, hogy a társadalom kezdi a sorsát a maga kezébe venni. Kihagyva a bankrendszert, az uzsarásokat, kihagyva a nagyurakat. Nem, a nem ez, ez bevezetődött ez a fogalom, jól van. Köszönjük János. Köszönjük, János, igen. igen. Egyébként nagy szeretettel üdvözöl benneteket, drábik János is mondta, hogy adjam át a személyes üdvözletét. Köszönjük. És jó egészséget kívánunk neki innét is. Nos, ez volt a hatodik elem, azt hiszem a, a, nem, a, a közösségi finanszírozás, az ötödik elem. A hatodik elem az maga a szövetkezeti rendszer. Amiről eddig beszéltem, ez a nexus uh, modell, tehát a, amit a nexus keretében kifejlesztettünk. Időközben elkészült egy program, ami ezen túllép, túlnő, és úgy hívjuk, hogy másik Magyarország cselekvési program. Ami a nexusban eddig felsorolt eszköz elkészült és használható, ez az alapja, és mindegy, hogy nexusnak nevezzük vagy minek, ez már kész van, ez működik. A másik Magyarország cselekvési program ettől sokkal komplexebb. Lejárt az időm? Hát akkor ezt nem mondom el. A másik Magyarország cselekvési program az egy uh, szociális, kulturális, gazdasági, pénzügyi, politikai, önvédelmi program és itt csak a gyűjtő fogalmakat mondtam be, mert amikor azt mondtam, hogy, hogy szociális, akkor itt épp vitatkoztunk rajta, hogy én abban mindegy csomagba beleképzelem a, a, nemcsak az, az egészségügyet is, de abban én beleképzelem a, a, oktatást, meg egyebet, illetve ezt majd ki lehet szépen cizelálgatni. Szociális, kulturális, mert hogy a magyar kultúrának önvédelemre van szüksége, mert éppen kivégzés alatt van. Jó? Tehát erre is programot kell létrehozni, amin aztán nagyon sokat kell dolgozni az hozzáértőkkel, hogy ez működni is tudjon, hogy újból egyenes derékkal érezhessük magyarnak magunkat a saját hazánkban. A gazdasági program az az a gazdasági modell, amit a szövetkezeti kultúrával elődeink már nekünk létrehoztak, és higgyétek el, hogy onnét, ahogy figyelnek bennünket, jó szívvel ajánlják nekünk is megvalósítása. A pénzügyi modell az nem csak ez a pénzhelyettesítő rendszer van, ez sokkal komplexebb és összetettebb, de kell keresnünk magunknak, és ez van megfogalmazva a cselekvési programban, hogy milyen úton, módon csökkenthetjük a kitettségünket a, a banki pénz, illetve ezek a közelgő egyéb ármányok ellen. A politikai önvédelem, hát, azt talán azt kell a legkevésbé iddokolgatnom, É, és ez, ez azért a végén van, mert akkor tudjuk megvalósítani, amikor az ezt megelőző folyamatok már lényegesen előre haladottabb állapotban vannak, mint most. É, van az a, a, az a társadalmi súly, amikor a, a, a nemzet beleszólhat a sorsába, és leválthatja azokat, akik nem odavalók, a hazárulókat elszámoltathatja, felelősségre vonhatja de ez el kell, fel kell nőnünk. Igen, ebben a, a másik Magyarország cselekvési programban van egy nagyon tekintélyes rész, amelyik a szakralitásunkkal foglalkozik. Foglalkozik az alkotmányozással, igen, hogy hogy tud ez létrejönni. Foglalkozik az egyéni személyiségfejlődéssel, mert hogy a világ olyan, amilyennek mi vagyunk, ugye? És először belül kell rendet tegyek, és én nekem kell először megélnem azt, hogy békében vagyok magammal, majd a környezetemben lévő világgal, és hogyha ezt a szeretet energiát árasztjuk ki egyre többen, akkor ez mindegy, COVID úgy fog terjedni emberről emberre, gyorsan, a környezetet nekünk kell létrehozni. A szeretet alapú társadalom felé elindulni nekünk kell. Nekünk adatot meg, mert most mi vagyunk itt ebben a bőrruhában. Na, zárásként, mert még is van akar mondani valamit, zárásként itt jelentem be elsőként, hogy május 25-én Budapesten Tartjuk meg az első képzési napot a Nexus Klub megyei képviselőinek. A abban a Zempli megyéből is azt várom, hogy legalább egy, de inkább jobb lenne a két személy ott lenne ezen a képzésen. Ez egy egész napos képzés lesz, amikor a másik Magyarország cselekvési programnak, meg a Nexus modellnek a részleteit mutatjuk be. Mindazt a tudást adjuk, igyekszünk átadni, ami alapvetően kell ahhoz, hogy valaki a saját, régiójában ezt tudja képviselni. Ennek folyamodványa, folytatása lesz június 29-én, szintén egy szombati napon, az első országos találkozónk. Nexus Club találkozó. Mind a kettőnek, tehát a képzési nap az nyilván egy szűkebb társaságnak szól, mert annak az a lényege, hogy akkor ott kiművelt előadók elmondják az okos dolgokat, hogy ez így, és ez azért úgy, meg ezeket a részleteket. De szeretnénk azt, hogy itt személyesen vegyenek részt a küldöttek, mert azért gondold el, hogy akkor azért egy országos találkozó, tehát találkozhatsz a baranyai, baranya megyeivel. Mert tudod, valakit elhangzott az előadás előtt. hogy mit tehetnék én, hát kicsi vagyok, meg egyedül vagyok. Tapasztald meg, hogy nem vagy egyedül. Tapasztald meg, hogy nem vagy egyedül. A közösségi nap a csopor, az országos találkozónak viszont az lesz a lényege, hogy ott beszélgessünk egymással. Lesz ugyan színpad, meg lesznek kisebb előadások, rövidebb időtartalmokra ilyen, ilyen kis szakaszokban, de tematizálva lesz a tábor. Akit az egészségügyi problémák érdekelnek, az oda megy a... Tamasi doktorhoz, vagy Pózs doktorhoz, és azzal folytattak ott diskurzusokat, oda-vissza beszélgetéseket. Akit a, az oktatás, az a másik, aki ez az élelmiszer, az a bardózsúzsához, vagy a a hangyaszövetkezetek érdekelnek, az oda megy Pistavácsihoz és kollégáihoz, és ővelük beszélik meg, hogy mit lehet tenni. Aztán lesz fórum, kérdésekkel és sok egyéb lehetőséget arra, hogy a a közösség tagjai ismerkedhessenek egymással egy országos találkozónál. Még ettől az országos találkozótól talán annyit várok el, hogy legalább 1000-2000 ember legyen. Ez e hogy? Ez e -hogy? Ez, ez az az igazság, hogy ez egy pár napja fogant meg ez az ötlet, és több helyszín is van, még nem tudtam eldönteni, de egy pár napon belül lesz, és nyilván akkor képviseljük, meg küldjük Ők a plakátokat. 300 ember is elfér. Igen, hát majd kellenek a Magyar Péternek mondani, és akkor ez majd. Az a helyzet, hogy tehát nem egy üres nagy terület kell, azt szeretném, hogyha olyan területet találnánk, amilyen árnyas, mert azért ez június utolsó hétvégéje, akkor hogy ott tudjunk, tényleg az legyen, hogy akár kis csoportok alakulhassanak ki, tematizált csoportok, ahol nem, mondom, nem előadások, bár ezeket az előadókat nehéz leállítani, hogy ne mondják egyfolytába, de ahol beszélgetni lehet egymással, ahol ismerkedhetünk egymással, esetleg egy korsó sör mellett. Nagyon fontos, hogy beszélgessünk egymással. Megint a mérők szólalnak Pillanat Én elbúcsúzok, átadom utána a mikrofonteket. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen türelmeset voltatok és nem mentetek hazai félidőbe. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Még most maradhatunk, beszélgethetünk is egy kicsit egyrészt, másrészt meg, hát megvannak a megfelelő csatornáink, és a lehetőségünk arra, hogy újból és újból találkozzunk, és hogy, hogy vigyük tovább az ügyet. Köszönöm a figyelmeteket.